Kedves gyerekek, Krisztusban szeretett testvéreim! Az evangélium hasonlít egy nagy zeneműhöz. Nagy zeneművek elején, már nyitány után a jó hallású ember észreveszi azt a motívumot, ami majd a zenemű végén erőteljesen és drámaian megszólal. Hát így vagyunk a mostani evangéliummal is, hiszen nyilvános működések kezdetén Jézus elment Názáretbe, ahol nevelkedett, városkának a zsinagógájába. Nagyon örömmel fogadják, csodálkoznak rajta, hogy milyen bölcs dolgokat mond. Végül fölteszik a kérdés, hogy nem József fia ez, és akkor elkezdenek ott botránkozni rajta, hogy hát mi ismerjük őt. Ő nem úgy volt, mint a dalai láma, akit gyerekkorában úgy választanak ki, hogy mindenféle szertartással és kezdettől tudják, hogy ő lesz majd a vallásnak a vezetője, mert a Betlehem az egész csendesen és a számüzetés is szinte alig ismert esemény volt a názáretiek előtt. Ők csak egy fiatal embert láttak, aki dolgozott, még ők úgy is tudták, hogy az apjával, holott csak nevelő apja volt. És ez beszél, ez a Józsefnek a fia, akármilyen nagy dolgokat mond, hát hogy lehetséges ez? És mint halljuk, kiűzik őt a városból, már akkor a legelején ellenségeivé váltak, de még nem jött el az ő órája, és ezért eltávozott közülük. Ez az esemény alkotta azt a szálló igét, hogy senki sem próféta a saját hazájában. Aztán az evangéliumok végén, az utolsó héten ugyanezzel találkozunk. Jézus bemegy Jeruzsálembe, mindenki örül, hozsannáznak, eltelik néhány nap, már feszítsd meg, kiáltanak. Ez egyrészt mutatja az emberek ingatagságát, mutatja a tömeglélektannak a jellemét, hogy egyszer így, egyszer úgy befolyásolni lehet a tömegeket, mellesleg ezzel jönnek vissza a politikusok legtöbbször, de ugyanakkor azt is mutatja, hogy Jézus nem mindenki számára mondott és hozott olyan tudást, olyan tanítást, amit el akartak volna fogadni. És éppen ezért ellene támadtak, mert amit ő mondott, a sokak számára kemény beszédnek tűnt. Ezt tapasztaljuk a mai időkben, amit akkoron a názáreti emberek megéltek, hogy ugyanez van Európában is, hogy volt időszak, amikor Európa abból élt, hogy keresztény. Mindent áthatott a keresztény gondolat, kultúra, művészetet, mindent. Most teljesen megválnak tőle, mindent szégyelnek. Még itt a karácsony végi fenyőfák emlékeztetnek bennünket a megtestesülés ünnepére. Ezt már nyugaton meg sem merik sokszor tenni. Kaptam olyan képeslapot, hogy már nem is volt rajta semmiféle jele annak, hogy karácsony van, csak egy épület volt rajta, és úgy kívántak boldog ünnepeket. Európa teljesen kitoloncolta Jézust az életéből, csak hogy Európa az nem önmagában, mint földrész teszi ezt, hanem a benne lévő sok ember. És ha így van, akkor az egyes ember is megteszi, hogy amikor már kellemetlenné válik számára Jézus, vagy nem jelent úgy élményt, ahogy ők azt szeretnék, akkor nem csak, hogy elfelejtik, hanem meg is tagadják.
És az a veszély ránk is leselkedik, hogy valamit nagyon megszoktunk, nagyon köznapivá és mindennapivá lesz számunkra, és nem érezzük úgy, mint ahogy sokan, amikor ilyen szektákat, meg különböző keleti vallásokat keresnek, hogy valami nagy élményben legyen részük. Vasárnapról vasárnapra olvassuk a Szentírást, az evangéliumot. Az evangéliumot, aki már jól ismeri, amikor elkezdik, be is tudná fejezni bármelyikünk. Hát ez az. Már nem jelenti azt, hogy ez az Isten szava hozzánk. Hogy ott van az eukarisztia, az oltári szentség. Ugyan megszokottá válik sokaknak már, hogy hát jó, jön a szentmise, akkor kimegyünk áldozni. De nem rendülünk meg, hogy Jézus Krisztus azt mondta, ez az én testem, és ez ő, és vele találkozhatunk. Vagy az egyháznak a közössége is ugyanígy adja nekünk Jézust. Sokan úgy vannak vele, hogy hát vannak pártok, vannak klubok, meg hát van valami egyház is, ahova összejönnek az emberek. Holott az egyház az Isten népe, melynek vinnie kell a történelem folyamán Jézus Krisztus tanítását, szentségeit, szavát, és ezáltal őt magát, Jézust. De érdemes arra gondolnunk, hogy sokszor az egyszerűség, a mindennapiságnak tűnő dolgok rejtik az igazi nagyságot. Pascal írja, hogy mindenki arról beszél természetesen, amit ő megélt. És hoz egy hasonlatot. Azt mondja, a koldus, hogy számogatja azt a pár forintját, ma ennyit kéregettem, annyit kéregettem, és neki ez a természetes. A polgárember, akinek már mindenféle cégei vannak, az már milliókban gondolkodik, hogy most itt fektetek be, ott fektetek be, és neki az jelent már mindennapiságot. És hát abban az időben királyok voltak, akkor Pascal azt mondja, hát a király meg a milliárdokkal van így, hogy most ide költünk egy milliárdot, oda egy milliárdot, és ezt olyan természetesen mondja, mint a koldus a pár forintját. És mire használja ezt a hasonlatot? Arra, hogyha Jézus nagyon egyszerűen tudott beszélni az Istenről, az Atyáról, mondta a tékozló fiú történetét, az elveszett drakmát, ismerjük a példázatokat, és ehhez hasonlította az Isten országát, akkor az csak azért lehetett, mert neki közvetlen kapcsolata volt az Atyával. Mert annak előtte még a zsidók is a magasságbeli, az Adonai, Elohim nevet ki sem merték mondani, és megrettentek. Mózes fényben találkozott az Istennel, mindenkit eltávolított, maradjatok lenn a földön, a völgybe, én leszek fönn egyedül a kinyilatkoztatás helyén. És ő úgy jött vissza, mint egy átszellemült ember, mert ő megrettent, rémült az Isten fölségétől. De Jézus egy az Atyával, és ezért a legtermészetesebben tudott szólni róla. És azt mondja Pascal, ez is Jézus Krisztus istenségének a bizonyítéka, amikor ő azt mondta, én és az Atya egy vagyunk. Hát igen, nekünk a mindennapiságban is el kell őt fogadni, és a megszokott dolgokban is föl kell őt újra fedezni. A hirtelen megtérők, a konvertiták jönnek arra rá, hogy hát milyen nagy dolog is, hogy az Isten szól hozzánk. Milyen nagy dolog, hogy a megváltás a mi részünk lehet, hogy a szentségekben is találkozhatunk vele. Volt egy latin közmondása, szentségi életre használták quotidiana vilescunt. A mindennapok kiüresítenek, amit az ember sokszor tesz, az már nem jelent olyan nagy
élményt, de ettől függetlenül, ahogy a mindennapi kenyérre szükségünk van, ugyanúgy a mindennapi isteni szóra és a szentségre is. És hát akkor is ki kell tartanunk, amikor tesszük az élet kötelező cselekedeteit. Ismertem egy öreg atyát, Emődi László, a Regnum papja volt, azt mondotta, a lelki életben se lehet minden nap nagy ebédeket enni, meg nagy tortákat, meg nagy fogadáson részt venni. Meg kell lennünk nekünk a mindennapi egyszerű kenyerünket is. Mert különben az ünnepnek nem volna kiemelkedő jelentősége számunkra. De éppen azáltal, hogy a mindennapokban hűségesek vagyunk, azzal is bizonyítjuk azt, hogy Jézushoz tartozunk, és ő akkor, amikor már nagyon rászorulnánk, akkor mindig ad egy olyan kegyelmet, hogy fölfrissül bennünk a lelki élmény, és fölfedezzük benne, hogy ő az Isten fia. És nem akarjuk kiűzni az életünkből. Ez a mai vasárnap evangéliumával figyelmeztessen arra, hogy az élmények, amik úgy megadattak életünkbe, azokat őrizzük, és az élet mindennapjaiban, egyszerűségében is maradjunk hűségesek Jézus Krisztushoz. Amen.